Műsorunk végén egy 2014-ben készített anyag következik. Angster József, Európa egyik legnevesebb és Közép-Európa egyik legkeresettebb orgona gyártója, a magyar iparművészet kimagasló alakja volt. A drávaszögi származású orgonakészítő mester emlékét sok, még ma is üzemelő hangszerének akkordjai őrzik. Közel 1000 orgonát készített, köztük számos drávaszögi templom számára is, amelyek közül néhány még ma is működik. Miketz Iván 2003 óta szólaltatja meg a karancsi Szent Donát római katolikus templom orgonáját a szentmiséken. Ez a hangszer attól különleges, hogy a híres 19. századi orgonaépítő Angster József készítette, ez volt a mester utolsó horvátországi munkája. Az orgonista elmondta, hogy a hangszernek több mint 700 sípja van, és ezek közül néhány nem működik. Ennek ellenére minden szentmisén megszólaltatják az orgonát, a hibák kijavítását pedig szeretnék egy mesterre bízni. Angster József a drávaszögi Kács falu szülötte, aki Európa egyik legnevesebb orgonakészítő mestere volt. A magyar iparművészet kimagasló alakja pályafutását asztalos segédként kezdte Eszéken, majd Bécsben és Párizsban tanulta az orgonakészítést. Részt vett például a Notre Dame orgonájának felépítésében is. 1866-ban Pécset telepedett le, megalapította orgonakészítő cégét és megalapozta hírnevét. A drávaszögben is számos református és katolikus templomban az általa készített hangszerek sípjai szólalnak meg a vasárnapi miséken, istentiszteleteken. Angster munkáját dicséri a laskói orgona is, amely 93-ban a tűz martaléka lett. Sikerült megmenteni a templomot, sajnos az orgonát nem. Három sípja maradt éppen az első sorból, és amikor a háború befejeződött, az elődöm lánya, Varga Mária, ő gyűjtést szervezett Svájcban, és ennek köszönhetően újraépült az orgonánk, ugyanolyan formában, tehát az eredeti formájában, ahogyan addig is volt, úgyhogy az eredeti hangján szól. A Horvátországban élő német kisebbség évkönyvében a bejei Varga Dárko írta híres orgonakészítőről. Munkájában sorra vette azokat a horvátországi templomokat is, amelyekben Angster orgonák vannak vagy voltak. Az Angster orgona Angster aláírással 45 orgona van Horvátországban, szóval avval, hogy a 45. az már nem az öreg József építette, hanem a fiai. A még működő Angster orgonák mellett több olyan is van, amely felújításra szorul. Ezek közé tartozik a Vörösmarty katolikus templom hangszere is, amelynek a tervek szerint hamarosan elkezdődik a felújítása. Sajnos az orgonához még nem jutunk hozzá. Szoktam mondani, hogy az orgona templomban olyan, mint habatortán. Tehát elsősorban templomot kell tartani, és utána kell az orgonát. Szakemberek szerint fontos, hogy az Angster örökség megmaradjon az utókor számára, és akár idegenforgalmi látványosságként is szolgálhatna. Így a faluturizmus mellett az épített örökség is a Baranya háromszögbe csábíthatná a látogatókat.